Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepén sirokba látogatott az egri főpásztor, hogy a helyi templom búcsúnapján szent misét mutasson be a hívek számára. Az Isten keresi az embert, már a bűnbeeséskor elhangoznak a hol vagy isteni szavak, amelyek aztán az egész történelmünket végig kísérik, mutatott rá szent beszédében Ternyák Csaba érsek. Adventben is az Úr érkezésére készülünk, aki folyamatosan keresi velünk a kapcsolatot, hogy az ő boldogságos életében részesüljünk, tette hozzá. Kedves testvérek, a mi vallásunk, a kereszténység az örömnek a vallása. A mi Istenünk örömre és boldogságra teremtett és hívott meg bennünket. És ezt jó újra és újra így advent harmadik vasárnapját tudatosítani magunkban. Milyen jó nekünk az Úr Istenhez tartoznunk. Milyen jó nekünk az, hogy már az első Ádámot, meg Évát a bűnbeesés után is újra kereste. Nem engedte el a kezét. Mondhatta volna azt, hogy ti visszautasítottatok engem, visszaéltetek a szabadságotokkal, kárhozatra taszítalak benneteket. De az Isten nem ezt tette, hanem újra keresett bennünket. És hogyha az első üdvösség tervét az ember el is rontotta, életbe léptetett egy B-tervet. Egy B-tervet az ember üdvösségére. Az Isten terve azóta is az, hogy mindent megtesz azért, hogy minden ember üdvözüljön. Az ő irgalmával és kegyelmével együttműködve minden ember számára valamiképpen lehetséges az üdvösség, hogyha válaszolunk arra a szóra, amikor ő keres bennünket. Hol vagy? Máriához hasonlóan mi is örvendezzünk és ne féljünk. Szólított fel a főpásztor, majd így folytatta, az Isten nem kárhozatba akar minket taszítani, nem elítélni akar, hanem az irgalmasságát szeretné kiterjeszteni ránk. Tőlünk pedig azt várja, hogy ha rossz útra tévedünk is, akarjunk ismét az Isten felé fordulni, követni őt. A Szent Mise részeként Ternyák érsek elismerését fejezte ki azon egyházközségi tagok felé, akiknek adománya és munkája révén új térkőburkolattal gazdagodott a templomot övező terület. A főpásztor egyébként méltatta és életre valónak nevezte a siroki egyházközséget, amiért egyházmegyei támogatás nélkül pusztán önerőből sikerült megvalósítania ezt a felújítási projektet.